Nem fogott kezet a Vidékfejlesztési Minisztérium korábbi és jelenlegi államtitkára az Országgyűlés Mezőgazdasági Ellenőrző Albizottságának ülésén, ahol a vitatott földbérleti pályázatokról akartak tárgyalni a képviselők. Ángyán József indulatosan fordult el Bitay Mártontól, aki tanácskozás közben hagyta el a termet. Az albizottság, bár határozatképtelen volt, meghallgatta a kishantosi ökogazdálkodók beszámolóját. Az ülés nem határozatképes. Kormánypárti képviselők maradtak távol az üléstől, ezért lett határozatképtelen a mezőgazdasági ellenőrző albizottság. Az ülés azonban folytatódott, de csak nyilvános tanácskozásként. A vidékfejlesztési tárca azonban ennek már nem látta értelmét. Jelentős részben ismétlésekbe bocsátkoznánk csak. A korábban lemondott vidékfejlesztési államtitkár Ángyán József indulatosan figyelmeztette kötelességére Bitay Mártont. Azt ajánlom ifjú barátainknak, hogy akármilyen karrier ígéretet mondanak önnek, ne asszisztáljon a disznóságokhoz. Szíveskedjék részt venni úgy a politikában, ahogy az ön megbízatása szól. Itt bizony szembesíteni kell a véleményeket. Az ellenőrző albizottság összehívását kezdeményező LMP-s Lengyel Szilvia emlékeztetett. A kormánypártok a parlamentarizmust teszik lehetetlenné, ha bojkottálják a bizottsági munkát. A jövő nemzedékek biztosa Szabó Marcell megismételte, a vidékfejlesztési tárca figyelmen kívül hagyta azt a tényt a földhaszonbérleti pályázatok elbírálásánál, hogy kishantos érték. Egy olyan ökológiai érték képződött, amely az ombudsmani hivatal véleménye szerint méltó az alkotmányos védelemre. Bitay Márton megvédte a tárca álláspontját. A kormány az ökogazdálkodás ellen egyáltalán nincsen. Úgy is mondhatnám, hogy az ökogazdálkodást támogatjuk, csak a családi gazdasági modellben, nem pedig a nagyüzemi tőkés társasági modellben. Az államtitkár már nem hallgatta meg a kishantosiak érveit, felállt és távozás előtt kezet nyújtott Ángyán Józsefnek. Így kell. További jó munkát. Menj innen el. Szégyed magad, így van. Felelőtlenséggel vádolta az Együtt PM képviselője a kormányt. Az a kormány, ami képes tönkretenni egy 20 éve vegyszermentesen gazdálkodó, ezt oktató ökológiai gazdaságot, az saját állampolgárainak a jövőjét és a fenntarthatóságot veszélyezteti. Az ellenőrző albizottság szocialista elnöke szerint elfogadhatatlan, ami a bérbeadott állami földek körül történt. Színlelt pályáztatás történt, és a színlelt pályáztatás keretében adták oda azoknak a földet, akiket kiválasztottak a föld hasznosítására, és nem volt szempont az sem, hogy ezzel milyen értéket tesznek tönkre. Az ülésen maradó képviselők a közjáték után részletes beszámolót hallgattak meg a kishantosi ökogazdaság működéséről.